Köszöntök mindenkit a Dérini Kulturális Turisztikai Sportközpont és Könyvtár nevében a mai könyvbemutató rendezvényen. Tisztelettel köszöntöm körünkben Kovács Szilvi alpolgármesterasszonyt. Köszöntöm körünkben Rédeg István középiskolai tanárt. Szabó Péternét, aki a narrátori szerepet tölti be. Az előadókat, Fejesné Koppány Gabriellát, a szerző feleségét, Barna Sándort, Harcsa Vivient, Éliás Jánost, Szinege Tamást, és nagy szeretettel köszöntöm a Patkolatlan Pegazusz című verseskötet szerzőjét, Fejes Lászlót. Szeretném felkérni Rideg István tanár urat a beköszöntőjének elmondására. Köszönöm szépen a megbízatást. Én immár a 5. könyvét lektoráltam Fejes Laci barátomnak, de hát az íráshoz vagyok szokva, és éppen ezért engedjék meg, hogy a könyv füléből puskázzam a mondani valómat. Fejes László első verses kötetében megismerhetjük a keresztényi élet örömeit és nehézségeit egyaránt, évtizedeken át nyomon követhetjük a katolikus hit csodálatos erejét, a legtragikusabb pillanatokban is. A verses kötet lektorálása közben lenyűgözött a versek sokszínűsége, a szép gondolatok és érzések tárháza, a költő gazdag és bölcs öregkori lírája megmaradásra van ítélve. Ajánlom a verses kötetet mindazoknak, akik nagyon kíváncsiak és fogékonyak a maradandó értékek megismerésére, szellemi gyönyörűségben lesz részük. Szívből ajánlom a verses kötetet azoknak is, akik a versekkel csak most ismerkednek. Fejes László eddig megjelent könyvei Jákob Lajtórjáján 2012, Útban hazafelé 2013, Hullámverésben 2013, Új utakon a kiadás folyamatban, és hát itten van ez a kötet. Mind a 4 kötet első részében az író bemutatja, hogy miként éli meg az életét, az érzések és gondolatok, örömök és bánatok folyamatos változásaiban. Az első kötet a születéssel kezdődik, a második kötetben Lacika 9-12 éves, a harmadik kötetben Lacika már nagyfiú gimnáziumba jár, és kezdetét veszi a felnőtté válása. László egri szeminarista lesz, innen vonul be sorkatonának, Nagyatádra, leszerelés után visszamegy Egerbe, folytatja tanulmányait, a 4. kötetben nyomon követhetjük útját. Másfél év után úgy dönt, hogy felfüggeszti a tanulmányait, és kilép az életbe, amit meg is örökít a Ki tudja című versében. Zárjam szent falak közé igéit, vagy kiáltsam világgá tetteit. Hazaköltözik, és egy hónap múlva Szolnokon sikerül munkát találnia. A mentőállomáson felveszik mentőápolónak, 3 hónap után kiküldetésbe megy, 1-1 hónapra kisújszállásra, Kunhegyesre és Túrkevére. Amikor Fejes bajtárs Kunhegyesen teljesít szolgálatot, az egyik hazautazása alkalmával átutazik Karcagon, és találkozik egy lányjal. Az 5. kötet majd innen folytatódik. A kötetekben olvashatnak még a prágai tavasz leveréséről, invázió 68, továbbá esszéket, verseket is, jelentős mű a Jób könnye, érdekesek a nagyapa és unokák történetei, a 4. kötet egyben egy mentős könyv is, Besenyszög és Karcag új íróját, érdemes tehát magunknak felfedezni. És most engedjék meg nekem, hogy felolvasson Fejes László első könyvének Jákob Lajtórjáján 2012 mottóját, amelyet maga az író fogalmazott meg.
Marie-Joseph-Pierre Teilhard de Chardin, francia szerzetes, filozófus, geológus és őslénykutató, az ég gyermekének és a föld fiának vallja magát egyszerre, nem emel válaszfalat a két világ közé, engedi, hogy mindkettő hasson a lelkére. Egészen hisz Istenben, és egészen hisz a világban, hiszen a természet nem ellensége Istennek, mert ez a feladat valósul meg benne, amit a Teremtője eléje tűzött. Ez az én hitvallásom is, mondja. És végül, melyik az én kedvencem? Fejes László versei közül. A Millér. Közeleg a költészet napja, és én vallom, de bizonyára önök is, hogy a költészet igen nagy erő. Varázslat. A Millér. A víz, ahogy erőbukkan, a bokros fák alól fodrozva, mintha az Édenből folyna, besenyszögön át, andalogva, megpihen egy pillanatra, mintha lenne itt egy dolga, majd elköszön, s megy tovább. Köszönöm, hogy meghallgat. Köszönöm Rideg István beköszöntőjét, és felkérem Szabó Péterné narrátort és az előadókat, hogy mutassák be a könyvet. Tisztelt könyvszerető közösség, kedves Fejes László! Nagy felelősséggel és tisztelettel vállaltam el a felkérést, hogy legyek a mai rendezvény narrátora. Szeretem Fejes László írásait, amelyekben élete tapasztalatait, tanulságait, állandó belső tépelődés kísér. Láttam könyveiben a toporzékoló, követelőző kisfiút, aki azért reklamált, mert a paprikás krumpliban a kolbász két vége túl közel volt egymáshoz. Láttam a komoly mentőst a regényekben, a feltalálót és az írót. Sajnos 2015. decemberében a szerző súlyos műtéten esett át, így a beszéd nehéz számára. Ezért is érzem nagyobb feladatnak ezt a mai könyvátadót. Laci bácsi verses kötetének bemutatóját egy logikai láncolatra, Chardin és a saját élet filozófiájára szerette volna felfűzni. Ezt a forgatókönyvet is ő állította össze nekünk. Tanár úrtól hallottuk a bevezetőben ezt az életfilozófiát. Nézzünk utána a verses kötetben, hogy a szerző még tudta nélkül 14 éves korában ez hogyan valósult meg. Felkérem Cinege Tamást, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 9. évfolyamos hallgatóját, hogy mutassa be nekünk ezt a verset. Mese az égigérő birsalmafáról. A birsalmafára felmentem, kezem a fejem alá tettem. Két gaj közé befészkelődtem, aztán így elmélkedni kezdtem. Az ég és föld között lebegtem, szememet az égre szegeztem. És gondolatokat röptettem, felidéztem rövid életem. Kincses talisznyámat elővettem, magam elé kiterítettem. Benne volt kedves Szókratészem, Platón és Arisztotelészem. Őseim intelmén járt eszem. Lopásért tűzbe teszik kezem. Ha hazudok, akkor is vétkezem. Hiába nevét számra nem veszem. Ha másik embert tisztelem, a boldogságomat meglelem. Ha az ő példáját követem, lehet akkor bármi végzetem. A célt már látom is előttem, de az utat még csak képzelem. Rögös úton kell végigmennem, s a jövő csupa sejtelen. Magammal mindent megbeszéltem, a kincseimet is összeszedtem. Hirtelen hangra felneszeltem. Bátyus, ebédelj! Én már ettem. Helyet is cserélek örömmel, nem is csoda, hogy megéheztem. Ülj oda! Ott gondolatterem, amíg az ebédem megeszem. Nagyon sok szép verset válogattunk össze a kötetből, ezért kérem, hogy csak a bemutató végén egy nagy tapssal jutalmazzuk majd az előadókat. Amint hallhattuk, a birsalmafa köti össze az eget a földdel.
a szerző hite és a könyvek szellemisége által. De hát hogyan keletkezett az ég és a föld? A szerző 21 évesen így láttatja. A pillanat, mint millió év. Az anyag formát öltött, értelmet kapott, és megmozdult. Megjelent a világunkban, és fényleni kezdett mindenhol. A fénye olyan erőssé vált, hogy átjárta a lényemet. Anyag és szellem együtt. Ez nem csupán képzelet. A szerző magyar hangja, a rendezvényen Barna Sándor versmondó, előadó művész. Megszületett az ég és a föld. De hogy az ember hogy került ide, felkérem Éliást Jánost, a Nagykun Református Gimnázium 11. évfolyamos tanulóját, mondja el nekünk. A teremtés hétköznapjai. Elgondolkozva járkáltam délután, amikor a feleségem szól hozzám. Az ingeden látom a főzelékemet. Ezért főzzek minden nap ebédet? Felriadok e kemény szók hallatán. Perlik a teremtés koronáját. Ki merne elkövetni ilyen hibát, főleg ilyen finom ebéd után? Szólok hozzá kedvesen, mosolyogva. A teremtő saját képére formálta és leheletével keltette életre a férfit a teremtés közepébe. Látta az Úr, hogy amit teremtett, az mindenkinek jó, kivéve engemet. Kivevé hát egyik oldalbordámat, és onnan teremte téged, társamat. A teremtés csak veled nyert értelmet. Ez még nem indok arra, hogy elvegyed a délutáni álmodozó szendergésemet. Kesergésedet tehát holnapra eltegyed. A kedvesem megenyhült erre a szómra, és vidám hangon perlekedve folytatta. Édes párom, galambom, egyetlenem, a cipődnek hol a helye? Kérdezhetem. A szerző hite szerint a teremtő azt mondja, szaporodjatok, sokasodjatok. Ha a nő méhe megáldatik, utódot hoz a világra. Mielőtt a teremtés folytatására vállalkozik, át kell alaposan gondolnia a tettét. Nagy a felelőssége. Anyaság. A perceket megfogó aggódásod annyit ér, mint évezredek felszáradt könnyei. Kérlek, rabold el az időt, hogy a csillagok között végtelen könnyeid és örömöd ne tűnjön föl senkinek. Hallgassa szíved szavára. A rövidke élet tengerkínjai sem tudják legyőzni a természet örök szavát. Kettőzd meg az őrséget, amikor feltárulnak szerelmeidnek óvott titkos rejtelmei. Ha újra kezdenéd, döntsd el magad, választanál egy másik csillagot. Kulcsra zárt időt csak addig őrizhetsz, amíg ott belül gyermekre nem lesz. Titkod átadhatod, vére az ő vére is. Életed védőpántjait roppantja majd össze. Az időben és térben a sejtjeid ketté válnak. Örömkönnyeid és láncaid ritmikus táncot járnak. Ha majd szemed fényei lassan kihunynak, új csillagok születnek. Te ragyogni fogsz, anya. Amint hallottuk, az örömkönnyek és láncok ritmikus táncot járnak. A szerző azt érzékelteti, hogy az anyáknak egész életükben egy régi kifejezéssel élve gúzsba kötötten táncolva kell leélni az életüket. A magzat életrehozása megéri, hogy megélheti, tovább viheti a teremtés csodáját. Hogy hogyan is történik mindez, a szerző nem hazudtolja meg magát, hogy mentőtiszt, aki egy szívritmust figyelő készülék feltalálója, a szívben végigfutó elektromos ingerület útját is feleleveníti. Genesis.
Két sejt egymásra talál, és génjeik összefonódnak. A kettőből egy lesz. Ekkor hallatszik kintről, szaporodjatok, sokasodjatok. Egyből kettő lesz, kettőből négy, és így tovább. A háromdimenziós térs idő még nem teljesen az övé, csak egy pöttöm angyalé. Egy kis fény villan a pitvarban, s körbefut a falakon, majd egy ajtónál megáll. A kamrajtó, hogy nyílik, a fény rohan tovább, balra is, meg jobbra is, ahogy a padláshoz ér, várnia kell még addig, amíg a két ajtó kinyílik. Tartania kell a nyomást. A vér körbe szalad, s visszatérve végre megvan a körforgás. A szív dobban egy nagyot, s zakatolva elindul az útján. A pöttöm angyal megmozdul, rugdal, kalimpál, úszkál, fent és lent még mindegy neki. De eljön a pillanat, amikor majd levegőt kell venni. A levegő a tüdőbe surran, s a világ belétódul azonnal. Hallja a dobok hangját, vagy csak a sírás az, mely döngeti a melkasát. Anyja keblére öleli, símogatja régen várt édes magzatát. Egy kis időre megízlelheti, mit is jelent ez a végtelen, számára teremtett világ. A szerző a magzatot burokba zárt pöttöm angyalként írja le, akinek még nem jelent semmit a háromdimenziós térben a fent és a lent. A szerző szándékosan élezi ki a helyzetet, arra az erkölcsi és jogi dologra gondolva, hogy a magzat mennyi idő után tekinthető embernek. A szerző a versében megadja a választ erre a kérdésre. Ma már Fejes László felnőtt lett, szépkorú nagypapa. A hite szerint a teremtő képmására életre hívott gyermek a teremtő tulajdona, és nem a szülőké. A bibliai példára emlékezteti az olvasót, ugyanis a magnak el kell halnia, filozófiai nyelven a szár tagadja a magot, a virág a szárat, a termés az egész növényt, amikor új magot hoz. Mindez nagy titok, vagyis misztérium. Az élet misztériuma. Amikor hazúrról eljöttem, megtagadtam apámat s anyámat, hogy éljek. Amikor megszülettek a fiaim, megtagadtam mindkettőjüket, hogy éljenek. Amikor eljöttek az unokáim, fogadtam őket, mint barátaimat, hogy újra éljek. Megtagad. Filozófiai értelemben, létében nem korlátoz. A szülőnek nem kell tulajdona, nem lehet tulajdona a teremtő teremtménye. Az életünk az ég és a föld között zajlik. A falun vagy városon egyaránt egy közösséghez tartozunk. A közösségnek vannak jellegzetességei. Ilyenek a templom, iskola, folyó, temető, útmenti keresztek is. A szerző gyermekkorában az Édenét besenyszög jelentette. Ezekből szeretnénk néhányat felidézni. Utolsó előadónkat szeretném bemutatni, Harcsa Viviánt, a Nagykun Református Gimnázium 11. osztályos tanulóját. A falu és a templom. Mintha mindnyájan rokonok volnának, úgy összebújnak cserép alatt a házak. Az égbe nyúló templomot védőn körbe fogják, mint szerető szülők a kicsiny pulyáikat. A harangszó behallatszik minden utcába, házba, figyelmezésül azoknak, akik vigyáznak rája. Ódonházak. Összetöpörödtek a régi házak. A bályogok a földbe bájnak. A falakon a nagy repedések, mint vének arcán ráncok. Csak az emlékezetem tartja össze őket, hol létszüleink reményekkel éltek. Könyvfátyolon át büszkén körbeölelem mindegyiket. Remélem, megtalálták az örök békességüket. Lehet, hogy nem sokára végleg el is tűnnek,
De te őrizd magadban ezt a réges-régi képet. Keresztek. Őrzik a falut ősidők óta. Vajon meddig vigyáznak reményeinkre, utódainkra? Idézik a múltat, s jövőbe néznek. Magukon hordozzák a bűnöket, amit a falu eddig elkövetett. Őrzik a falut, soha sem pihennek. Addig maradnak ott csendben, amíg élnek a keresztény lelkek. A római katolikus temető kapujára feltámadunk van kérve. A szerző szeretné érzékeltetni, hogy ez mit is jelent. A hite szerint az élet nem ér véget a halállal. Azaz a temetőben nem halottak vannak, hanem holtak, akik szúnyókálnak, és a halálukkor csak az idő állt meg. Temetők. Mindkettő kápolnája árnyékban szúnyókál. Árnyas fák és élő virág boldogítják ősök álmát. Itt mindig békesség honol, s az idő a kert kapunál megáll. Nézd be őseidhez olykor, ha utóbbodon éppen arra jársz. Milyen is ez a besenyszög, a szerző szülőhazája, és hogyan látja Karcagot, a másik tájat? Azt írja mottóként a besenyszögi tájról, haj, az a csodálatos besenyszögi táj, az ember szeme itt a végtelenbe lát. Na de hol is van ez a besenyszög? Besenyszög a világ közepén épp. A 60-as évek elején egy kisvárosban élt hőgyetanár úr, ki matematikát, irodalmat és sakjátékot is szenvedélyesen oktatott. Ide járt gimnáziumba egy besenyszögi diák. Az egyik hétvégére feladott egy nehéz leckét a híres túri tanár, a helység kalapácsát. Feleléskor Garhút diák a nevezetes eposznak elhagyta az egyik leghíresebb verszakát. Hatalmas haragra gerjedt erre a híres tanár. Mondd csak, te hanyag besenyszögi diák! Miért van besenyszög ott, ahol, a helyén? Garhút diák elgondolkozott a tanár kérdésén. Bárhogyan is törte a fejét, nem jutott eszébe menten egy épkézláb gondolat sem. Kérdezé hát, miért? Azért, fiam, mert nem lehet ott lyuk a földön épp. Mi lenne velünk, ha nem lenne ott a besenyszögi nép? Garhút diák csak meresztette egy ideig a szemét. Megszólalt mégis, mert látta a tanár kérdő tekintetét. Ha besenyszög helyén egy jó nagy lyuk tátongana, nem találkoztam volna a helység kalapácsával soha. Nagy ribillió támadt erre az osztályban végképp. A túri diákok a tiltakozásukat szóval is tetézték. Igaza van a diáknak, lehetne ott egy lyuk épp. Akkor a tanár úr sem kérdezhetné Petőfi-e költését. Így ért véget ez a híres, nevezetes történelmi eset. Tanulságul a világnak és a lelkes túri diákoknak. A tanár úr is véget vetett az irtózatos haragjának. Nem kérek sokat holnap utánra, csak a toldi eső énekét. És most halljuk, hogy hogyan látta a szerző második otthonát, Karcagot. A puszta szélén. Nagyapa és unokája egy szép tavaszi napon a híres Zádor hídhoz kéz a kézben kiballagott. Nézték a hídról a tájat, ameddig a szem ellátott. Mindenhol zöldült a határ, s harsogott néhány virág. A pusztai szél feltámadt, s vele fenn a magasban néhány madár fentebb szállt, csivitelve boldogan. Nézték körben a pusztát. Egyszer csak a nagyapa kezéből tölcsért formált, úgy nézte tovább a pusztát. Mesélte, hogy most éppen hogyan elevenedik meg az a híres nevezetes hortobágyi pusztai táj. Nagyapa, szólt az unoka, az én szemem semmit sem lát. Nincs ott semmi, minden sivár. Vagy talán csak a kezed lát? A nagyapa a kezeit újra két tölcsérré formálta,
és az unokája szeme elé látcsőként oda nyújtotta. Nézd csak, a kezeimen át. Látod? Mozdul a pusztaság. Na hát, még ilyen csodát, eleven az egész határ. Látod, nagyapa, amott nyúlsz alatt cikcakban, ürgék kísérik kacallyal, a tüskök hegedű szóval. És mennyi sok szép virág, virul tőle az egész határ. Gyönyörű ez a pusztaság. Vagy ez káprázat csupán? Nem káprázat, unokám. A kéz, mely nem került el sohasem a nehéz munkát, távcsővé válva, valóban lát. Tanulj és végezd a munkád, hiszen, mint már mondottam, a te kezed is sok mindent majd később másképpen lát. Bólintott erre az unoka, és tovább nézték a pusztát. Ki távcsővel nézi a pusztát, annak az valóban pusztaság. Kérdezted, kedves Fejes László, hogy melyik a kedvenc versünk a kötetből, nekem például ez az utóbbi volt. Vajon amikor Karcagon második otthonában kiült a szerző a verandára, és elmélkedni kezdett azon, hogy igaz-e, hogy a szem a lélek tükre mire jutott. Ő az egyéni boldogulást csak közösségben és közösséggel együtt tudja elképzelni. Vajon észrevesszük-e, mit jelent függni szőlőszemként a világegyetemben, egyedül vagy fürtjanánt? A szem a lélek tükre. Kiülök a verandánkra, s tűnődve nézelődök. Minden oly békésnek látszik, levél sem rezdül ilyetten, ilyen volt talán az Édenben. A nyár beköszöntött melegen, a virágok az árnyékban ülnek, szenderegve elmélkednek. A kis pálma nagy levelein kövér szúnyogok heverísznek. Karós baba tornát eresznél jár, kapaszkodik egy szőlőindán. A szőlőszemek összebújnak, s lógva függnek fürdgyanánt. Milyen szép is ez a nyár! A kőrisfánkon seregélyek, egymás szavát meg sem várják, mint hangos piaci kofák hangoskodva kiabálják, szilvát vegyenek komák. Tágas teret ölel a szemem. Minden növény s madár egyszerre csak felén fordul. Hogy ki vagy, mi tudjuk, de hogy te tudod-e, édes gazdánk. Megdöbbenek így szavakra, sietve rohanok rögvest a kicsiny előszobánkba. A nagy tükör elé állok, szememet csukva tartva. Kiáltják kintről, rajta, a pupillámon át fényt engedek, s nézem az önnön képemet. A szememben nem látom az én és szépnek hit lelkemet. Megijedek egy pillanatra, de megnyugszom menten. Hogy is lehettem így ostoba? Egy másik ember szemében lehet csak mindenki önmaga. Fejes László 40 évig a mentőknél szolgált. A pályakezdés elején született versek következnek, és egy, amelyik Karcagon készült 20 évvel később. Született és meghalt. Élek. A mentő száguld velem, s kerekei az időt kergetik. Élek. Este a nap lenyugodott. A kocsiban egy ember haldoklik. Élek. Szempilláim vadul verdesnek, heste vérszívó bogár. Élek. Álljunk meg, nem lélegzik. Élek. Meghalt szólatárs. Ennyi volt csupán. Élek. Én még élek, kiáltom világgá. Élek. Csönd van. Ez az élet csöndje. Mentősök. Mint a felriasztott vad, úgy léptünk ismét a térbe és időbe, amikor megszólalt a csengő. Életnek vagy romlásnak leszünk most résztvevői és néma tanúi.
Egy perc, és közelebb a kezdet, s valakinek éppen a vég. Az egyik ember távozik éppen, a másik közben felsír. Eltelt eközben millió év. A sziréna felvisít az éjszakában, harmadik szülés, iparkodjunk. Csak az jár a fejemben, ha megszületik, sírjon fel, az életet ordítsa fülembe. Újszülött sírásra érkeztünk. Ez a hang zenei harmónia volt. Mintha azt kiáltotta volna, látjátok, eljöttem közétek. A köldökellátást elvégeztem. Újra beléptünk a térbe és időbe, de mintha ez egy másik lenne. Békességet érzek a lelkemben. Vajon milyen lehetett az, amikor én megszülettem? Ahogy kinéztem a hátsó ablakon, az egyre távolodó fények apró pontokká váltak. Elhagytunk magunk mögött valamit, ami már sohasem lesz a miénk. Valaki mindig figyel ránk. Táti-ti-ti, táti-táti, mentőstiszpajtást esett. Hallottam már több ezerszer ezt a dallamot. A belső órámat elindítottam, elindultunk. Egy mentőegység hozza elénk, tüdőasztmás roham, nem szűnik, megállunk. Amikor a kocsi ajtón benéztem, egy szempár fordult felém. Mosolygott. A tüdő már nem is sípolt hangosan, belefáradt. A belső órám megállt. Elindítottam, van 5 percünk, a defibrillátort is készítsétek elő, sugtam félhangosan a pajtásoknak. Szapor a pulzus. Megnéztem a csuklóját és a nyaki vénát, megvan. A csuklóján egy kacskaringós piciny véna, zöld branult kélek és leszorítást, megtörtént. A bőrt átszúrtam, majd a vénát, nyugalom, minden lehetséges, csak 25 éves. A gyógyszert nagyon lassan adtam. Most mertem csak ránézni. A szemébe. Ő is rám nézett, meg a szemén át még valaki. Csak mosolygott, engem nyugtatva. Oxigén megy, a tüdő felől halk, sípoló hang, az arcmaszk újra nagyon párás, a javuló légzés jele. A gyógyszerek célba értek végre. Néhány percig csend, bátor nő. Csak a hangra figyelünk mindannyian, ő is. Egy nagy sóhajtás, s az órán megállt, sikerült. A tüdő felől tisztán surran a levegő. Felszabadultan néztünk egymásra, ő is ránk. Köszönöm, uram, tudtam, hogy segít, mondta halkan. Most mertem csak a szemébe nézni újra. Az öröm fényei játszottak a szemében, s már nem nézett rám az a másik. Köszönöm, bajtársak. Köszönöm, fiúk, szólt ő is. Mosolya az élet volt maga. A sziréna ezt világgá is körtölte a nagykunsági sötét éjszakába. Szeretnénk szabadon élni mindnyájan, de ehhez a földről egy kicsit fel kell emelkednünk. Ne csak kétdimenziós emberként éljünk, hanem mint háromdimenziós ember. De hogy ez hogyan is lehetséges, felkérem Fejesné Koppány Gabriellát, a szerző feleségét, mondja el nekünk. A számomra kijelölt vers címe, mint a lepkék. Tudni kell ehhez a vershez, hogy körülbelül, majdnem fél évszázada íródott. De a témája miatt, időtlen versé vált. Hisz ki az, aki nem szeretne kötöttségek, konvenciók nélküli szabadságot megélni, akár csak egyetlen pillangó élethosszig is. A vers tehát így szól, mint a lepkék.
Álarcot viselünk talán, mint a lárvák, hogy pompázó lepkeként újra megszülethessünk. Lelkünk és vágyaink, ha tiszta, emésztő tűzben égnek, a lárva bábunkat egyszer majd örökre leránthatjuk. Földhöz ragadt testünk, ez új élettel magasba száll, repül a széllel és idővel, dacolva, nyárral és téllel. Csúfhernyó levelet rág, gondolnád-e, hogy holnap színpompás szárnyán tavaszi szellőn jár? Majd lerakja petét, és vissza sem pillantva a múltját összerágja, és tova repül szabadon. A kis kúszóhernyó feltekint, anyja neki szárnyával int, s egy mosolygós nyár előn ő is kibontja vitorláit boldogan. Két gyönyörű szerelmes vers következik. Hallgassuk meg, hogy hogyan látta a szerző saját életét szerelmesként, fiatalon és őszen is. Este a feleségemmel. Tegnap éjjel, amikor a pilládon az est megpihent, elmét kapuit bezárva elszenderült, a mindenség elcsitult. Kezem réveteg kezedhez ért, éreztem, hogy a testedben forró lüktet a vér, és titokzatos úton visszatér. Hol járhatsz most, kedvesem, tavaszi szellő? Hívlak. Álmomba kergetett a múlt vagy a jövő, amit a jelen majd újra szül. Aludj csak csöndesen, még sötét van, de gyorsan közeledik a nyár. Esőfelhőkre most csókot lehelek, reggelre talán ide talál. Ha majd a szemedre a hajnal, amit szenderek, puha csókot lehel, álmaidból tér vissza hozzánk, mindjárt kiállt a fiú, anya. Addig megsürgetem a felhőket, meleg esővel hintsék be örömtől és bánattól könnyes lépteidet. Napnyugta előtt. Ne nézd arcom barázdáit, évgyűrűk azok csupán. Ha a lelkemet kiteríteném, azon is hullámokat látnál. A ráncok között pihennek a boldog évek, órák, percek. Testünk összetöpörödhet, de a lelkünk nem öregedhet. Ne nézd az arcom ráncait, nézd kezem munkáját. Láthatod lelkem vonásait, egy és gyermekkorom álmait. Sose bánt én, kedvesem, arcodnak sejmes hullámait, az enyémmel egybesimult víztükörré lett az ma már. A gyermekeinkben hullámzik, örvénylik, hömpölyök tovább. Köszönöm neked, hogy szerethettelek. Köszönöm, gyümölcseid méhednek. Köszönöm lelked a közös szárnyalást az ég és föld között szabadon. Köszönöm neked, Istenem, hogy társamnak adtad őt nekem. A szerző két fiáról és unokáiról csak egy-egy vers található a kötetben, de majd annál többen szerepelnek a könyvekben. Most hallgassuk meg, miként éli meg a szerző a közeledő 67. életévét és a nyugdíjas éveket. Fiatal előadót fogunk hallani. 67. Ahogy közeledik a 67, egyre közelebb hozzám az ég. De még látszik a tükörkép. A létemben alámerülök, és mint a harcsa lesem, ahogy kövéredik a jég. Nem aggodalmaskodom emiatt. Tavasszal úgy is elolvad. És ha a víz talpig befagy? Álmodom. Este, ha fáradtan lefekszem, és a párnámad a gond megpihen, akkor tud csak beszélgetni a szívem a lelkemmel.
Ha ők ketten megegyeztek, akkor hívhatom a teremtőmet. Még akkor is, ha időnként hívásomra nem felel. Reggel, amikor felébredek, kérdezem a lelkiismeretemet. No, mire jutottatok nélkülem? Perelni most semmi kedvem. A gondot a vállamra veszem, s indulok, ahogy, amint tettem, tennem kell, ma is és újra-újra megtegyem. Néhány lépés után észreveszem, hogy könnyebb lett a súlyos terhem. Jó, hogy itt vagy, Uram, újra velem. Én másképpen hogy is képzelhettem. Vidáman megyek tovább a dolgomra, mintha nem is lenne gondom ma. Álmomból színén a hangja riaszt fel. Még ki sem nyitottam a szemem, már mozdulok, hogy felkelek. Hová megyünk, kérdezem. De kérdésemre senki sem felel. Kinyitom a szemem riadtan, ébren vagyok, vagy álmodom. A szirénát még mindig hallom, pedig rég nyugdíjas lettem. Amíg így összeszedtem magam, gondolatban már jár a kezem, púlzus, bőr, légzés, és kérdezek, a hallgatómat a fülembe tettem. A sziréna elhallgatott végre. Lehet, hogy valakinek az élete éppen a mentőseim kezében. Én veletek vagyok lélekben. A verses kötetben található még vers az erdélyi székelyföldi utazásról, és a szerző gégerákja miatti műtétről is szól kettő. A versek önkéntelenül is elgondolkodtatják az olvasót, és el is kényeztetik egy kicsit azzal, hogy a színes, szép képek és csipkecsodák adnak hangulatot hozzájuk. Befejezésül a verses kötet végén található, a nevében is sokat mondó Incselkedőből szeretnénk néhányat bemutatni. Vasúton. A Tócóvölgyet elhagytuk éppen, Tiszavasvári felé haladtunk szépen. Váratlanul döccent egyet a vonat, meg még egyet, meg még egyet. A síkra épp hogy csak kiértünk, megugrott, vágtázik a vasparipa. Kiáltok fel a derekamat fogva. Villámgyorsan a nyergébe pattantam, és a gyeplőszárat erősen szorítottam. Hajdú dorog után a nap mosolygós arccal hirtelen előbújt a felhők rejtekéből. Milyen szép is így az utazás. Vasparipán vágtatva a rónán át. Talán még Petőfi is megirigyelné a versemnek ezt a két sorát. Egy házerdőnél a vasparipa megállt, a fiam markolta a gyeplőszárát. Az egyházerdei megállónál úgy kell levenni a vonatról az utast, mint hajdanán a lóról a fáradt lovast. A gyógyszer. A padon ketten ültünk, várakoztunk. Röntgenre én, gyógyszerre ő. Gondolkoztunk. A gyógyszer kell az egészséghez. Kell. 65 éves vagyok éppen. Én is. A mama 80 éves. Folytatta. Azt mondja nekem a múltkor. Tudod, fiam, 11 féle gyógyszert szedek. Tudom, mama. Szedjem-e ezek után mindet? Maga tudja. És ha minden évben elhagynék egyet, ha úgy gondolja, akkor megérhetem még a 91-et. Meg lehet. Isten éltesse sokáig a mamádat. Úgy legyen. Ha én kutya volnék, távolsági buszra nem szállnék. Felszálltam egy távolsági buszra, és a személyemet felmutattam. A sofőr belenézett az arcomba, a szeme villant egy pillanatra. Már megint egy portyázó utazna. Nincs ezeknek egyéb dolga. Nekünk meg az állandó munka, s mégsem jut elég kenyérre valóra. Van neki biztosan szép otthona, még sincs egész nap nyugta. A pénzünkön tekereg a világba. Ha én kutya volnék, öreg koromra, nem szállnék soha távolsági buszra.
Verselykomám. Verselykomám, még itt a nyár. Ha eljön a tél, kell a nagykabát. Mi volna hát a vers? Csak szót szóba ölteni, vagy kicsit dadogósan őket összerendezni? Hiába sok szó, ha nincs mondandó. Ha mégis volna tán, kiválasz szót hozzá. Ha a múló pillanat egy kötőanyagban, a szavakban megmarad, egyszer útra is kelhet. Ha a képek mögött a képek újra és újra életre kelnek, akkor mondhatják rád, írtál egy szép verset. Verselykomám, még itt a nyár. Lehet, hogy a térre már nem is kell nagy kabát. És nekem egyébként ez lesz a kedvenc versem a kötetből. Seregély. Sej seregély, sáskákat sajnáló, sasok sarjadéka. Sivítva sípolók, sebesen suhanok, sötét sokasága. Sárguló somra, sejtelmesen sandítók, sunyis vadrona. Sohasem sóhajtozó, sertepert élő sorkatonák sikeres serege. Sötétben settenkedő, sólymokat sínfelő, sopánkodó sokadalom. Sóskára sóvárgó, sportosan sorjázó, semmire kellő siserehad. Sajnálaton sorsukon sok-sok sós sörét segíthetne. Reméljük, hogy sikerült kedvet csinálni a válogatott versekkel. Mi ezeket válogattuk össze a kötetből, reméljük jól szórakoztak.